És ismételten a szünet után egy elismeréssel fogjuk folytatni, mégpedig azokat ismerjük el, akik csapatépítők. A csapatépítőknek a feltétele egy hónap alatt legalább 10 új regisztráltad van, illetve egy fő, aki általad vesz részt a képzésen. Aki ennek a feltételnek megfelel, megkérlek, hogy álljon föl. Tapsoljuk meg őket! Megkérlek benneteket, hogy fáradjatok ki ide hozzám. A fokozatosság elvét tanulj. Igen, a kettőn. Jó. És akkor ismételten szeretném, hogy az eredményes embereknek ismerjük a nevét, a neveteket, honnan jöttetek és mi a civil foglalkozásotok. Nagy Sándorné Irmuska vagyok, Hajdúszoboszló és egészségügyben dolgoztam. Gratulálok és egy taps! Rádainé Anikó vagyok, Hajdúszoboszlóra érkeztem és az egészségügyben dolgoztam. Gratulálok! Dr. Rádai Sándor Anikónak a férje. Hajdúszoboszlóról jöttem, és orvos vagy. Nem vagyok már orvos, nyugdíjas vagyok. Gratulálok, és akkor a házszám is ugyanaz. Barta János, Gyuláról jöttem, és a cél foglalkozásom a PPH. Gratulálok neked! Rusznák Tímel vagyok, Mékés Csabáról jöttem, a foglalkozásom cipész és bőrdészműves. Gratulálok neked! Lassú Tibor vagyok, Felső Tárkányból jöttem, pénzügyi tanácsadással, ingatlanfejlesztéssel foglalkoztam, most meg PPH-s vagyok. Gratulálok neked! Markó Magdolna, Túrkeverő jöttem, vállalkozó feleség vagyok és PPH-s. Gratulálok nektek, köszönöm szépen, hogy kifáradtatok ide hozzám, és megkérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet. De hogy előtt?